A Települési Értéktár bizottságok feladata a helyben fellelhető nemzeti értékek azonosítása, majd ezen értékek adatait tartalmazó gyűjtemények összeállítása, valamint azok megyei értéktárba történő besorolása. A dombovári értékek száma mára már meghaladta az 50-et is. 2015 óta új felállásban működik a dombovári értéktár. Hát 50 fölött vagyunk már az értékek tekintetében. Általában az SMS szerint évi kettőt, illetve most egy gyűlést kell tartanunk, de azért ezt felül szoktuk múlni, hiszen mindig ki tudjuk bővíteni az értéktárat a különböző kategóriákban. Most ez egy rendhagyó gyűlés itt az év elején, ugyanis hát vannak napirendi pontok, de most nem döntünk értékekről, hanem egy nagyon kedves vendéget hívtunk, Wojtek Évát. Aki korábban 2013-ban egy előadással, illetve tortalapát kiállítással érkezett Dombovárra, most pedig Rákóczi János munkássága miatt kapott meghívást a Dombovári Értéktár Bizottságtól. Ők már évek óta a cukrászipartestülettel fáradoznak azon, hogy népszerűsítsék Rákóczi János munkásságát és a Rákóczi túrost. Ez természetesen nekünk is a feladatunk. Az új Dombovárhoz tartozó Felső-Leped pusztán született, de mivel nálunk van értéktár, ezért mi gondoltuk, hogy felkaroljuk ezt az ügyet. És itt emelném, hogy nem csak sajátunknak érezzük, hiszen ez Dalmannak, akár a megyének is egy fontos értéke lehet, hiszen büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi évben Tolnaikum minősítést nyert a megyei értéktár döntésének köszönhetően, illetve kiemelkedő nemzeti érték lett a tavalyi évben, erre megint csak büszkék vagyunk, és úgy éreztük, hogy ez felhatalmaz minket arra, hogy tovább gondoljuk a programokat, és hát ami fontos, hogy az idén 125 évvel ezelőtt született Rákóczi János, ezért kidolgoztunk egy az egész évre vonatkozó programtervet, illetve most február 2-ával beadtuk a Hungarikum pályázatot, ahol megint csak Rákóczi János munkásságát szeretnénk népszerűsíteni. Az értékeknek be kell járniuk egy utat, majd ha arra érdemesnek találják őket, akkor kiemelésre méltó értékké, azaz Hungarikummá válhatnak. Ez egy piramis rendszerben működik, tehát először a helyi értéktárba döntöttünk, hát ki kell dolgozni, össze kell állítani az adott értéktári anyagot. Ezt Takács Istvánénak köszönhetjük, hiszen ő fedezte föl egyáltalán azt a tényt, hogy Rákóczi János itt a környéken született. Nagyon sokáig azt hittük, meg sokan az országban, akik nem ismerik, ma is azt hiszik, hogy a híres Rákóczi családról van szó, de nem, hanem a felső-lepedi születésű Rákóczi Jánosról. És tehát elkészült az anyag, a helyi értéktár döntött, bekerült az érték közé. Ilyenkor mi felszoktuk terjeszteni ezt a megyei értéktárhoz. Amennyiben ők úgy gondolják, hogy olyan minőséget képvisel, akkor bekerül a megyei értéktárba is, és akkor onnan megy folyamatosan fölfelé. Onnan, illetve mi is már felterjesztettük a nemzeti értéktárba, és ott hát nyilván eltelt egy pár év, mert valószínű, hogy azért sokan szeretnék, és sok olyan érték van az országban, ami ezt a címet megérdemelni, de a tavaly évben döntöttek úgy, hogy akkor kiemelkedő nemzeti érték lett. A Magyar Cukrászipar Testülete szeretné, ha a cukrásztermékek is egyre nagyobb számban szerepelnének, nem csak az értéktárban, de Hungarikumként is. Most pályázott erre a Hungarikum kiírásra, hiszen a értéktárba szeretnénk besorolni a magyar cukrászat termékeit, illetve a Magyarország tortáit, amik nem értéktárasak még, de majd azt is szeretnénk, hogyha az lenne. 16 darab olyan, ami konkrétan cukrászattal és termékkel kapcsolatos produkciót találtam, ami egyrészt cukrászdákra, például az Auguszt vagy a Mészáros cukrászda Szombathelyről, amelyik 90 éves vagy a 100 éves cukrászda Gyuráról, mint értéktár szerepel, illetve hát termékek. És akkor ezek közül megemlíthetjük a somlói galuskát, ami még számomra is érdekes volt, hogy fóti kapcsolata van, vagy megemlíthetjük ugye a büszkeségünket, a dobostortát, amely Hungarikum, és hát, hogy itt vagyunk Dombováron, mindenféleképpen szót kell ejteni Rákóczi János munkásságáról, és hát a Rákóczi túrosról. A Hungarikum procedúra az egy hosszadalmas eljárás, és annak számos komoly kitétele van. A helyi értéktárba viszont én úgy látom, hogy csak egy lokálpatrióta vagy egy aktív tag kell, aki kezdeményezi. A Hungarikumok listáját a Rákóczi túroson kívül még számos magyar étel bővíthetni, ezzel is hírét vive a kitűnő magyar gasztronómiának.